kívánok! Tisztelt elvtársak, tisztelt elvtársnők, tisztelt szimpatizánsok, tisztelt érdeklődő hölgyek, urak! Köszöntök mindenkit, aki a mai napon azért kelt fel, azért vágott át a városon, az országon, hogy itt lehessen velünk. Köszöntöm a rendvédelem tagjait is, akik szintén velünk vannak. Nyugdíjas rendvédőként őszintén mondom. Kisrendőr koromban számtalan alkalommal vettem részt hasonló rendezvényen, például ilyenen is. Jó látni, hogy vigyáznak ránk. Mai rendezvényünk célja méltóképpen emlékezni Kádár Jánosról. Abból az alkalomból, hogy 29 éve távozott közülünk. Megemlékezni, kifejezni múlhatatlan tiszteletünket, és nem engedni, hogy a feledésbe söpörhesse a polgári történelem hamisító fada, akik a Kádárról vagy rosszat, vagy semmit elv alapján teljesítik a kenyéradóik megrendeléseit. Szívesen mondanám, hogy nem kell magyarázni, ki volt Kádár János, mivel ezt minden magyar ember tudja. De oktondiság lenne ilyet mondanom. Mert sokan nem tudják, vagy rosszul tudják. Cserediákunk felkészült történelemből, mielőtt hazánkba érkezett. És Kádár nevére rögtön rávágta. A diktátor. Nem haragudtunk érte, mert a sajtóból ezt olvasta. De elmondtam neki az igazat. Megmutattam a kádári Magyarország emlékeit, képeit. És pár éve büszkén masírozott itt velünk, magasra tartva Kádár János képét. És hazavitta a hírt, hogy Kádár nem diktátor volt, hanem politikus. Jó politikus. Olyan politikus, akire máig sokan emlékeznek szeretettel, tisztelettel. Az egyedüli olyan politikus, akinek az emlékét folyamatosan és önként ápolják tömegek. Hozzáteszem, nem állami pénzből és nem kampányszerűen, esetleg időnként újra temetve, hogy nagyobb felhajtás legyen, hanem méltóan, önzetlenül, szeretettel. Kádár, aki illegális kommunistaként kezdte, aki megsínlette a kommunisták üldözését a Horthy rendszerben, aki megszenvedte a személyi kultuszt, aki 56-ban vállalta a felelősséget a szocialista rend megvédéséért és helyreállításáért, aki ezután 3 évtizedig békés fejlődést hozott az országnak, akinek a neve egy olyan korszakát jellemzi a magyar történelemnek, amihez hasonló fejlődés és szabadság sem előtte, sem utána nem volt. Manapság divat lett az 1000 éves történelemre hivatkozni. Ha kell, ha nem, ezt rángatják elő. Mintha lenne az 1000 évnek bármi köze ahhoz, ami a mindennapjaink. Kérdezem, az egyiptomi ásatások leleteinek van-e valami köze a mai Egyiptom mindennapjaihoz, a válsághoz, a bizonytalansághoz, a terrorizmushoz? Nincs! A polgári ideológusok 1000 éves történelmi lebegtetésének szintén nincs a mai világhoz semmi köze, hiszen Kádár János csupán 30 éve hagyott itt bennünket, és a nevével fémjelzett országnak nyoma sem maradt. Hol vannak a tömegek megélhetését biztosító gyárak? Hol vannak a vidék lakosságát foglalkoztató szövetkezetek? Hol vannak a dolgozók egészségét, pihenését szolgáló üdülők? Hol vannak a szakszervezetek? Ezek kiragadott példák, föl se lehet az összeset sorolni. De a kiragadottak közül a diktátornak nevezett Kádár fontosnak tartotta a szakszervezetek erejének megtartását. Fontosnak tartotta, hogy a dolgozók érdekeinek védelme ezen a módon is biztosítva legyen. Annak ellenére, hogy a Magyar Népköztársaság a dolgozók állama volt, ahol a dolgozók gyakorolhatták a hatalmat. Ma a szakszervezetökről, ha hallunk egyáltalán, akkor valami botrány miatt, mert ma a tőke szabja meg a szakszervezetek működését is. A munkatörvénykönyve a tőkét szolgálja, és azt még a hazai sajtó sem tagadja, hogy bizonyos szakszervezetek vezetősége szintén a tőkéseket támogatja a dolgozókkal, a tagsággal szemben. Kádár János azt mondta, azzal támadnak bennünket, hogy Magyarországon diktatúra van. Igen, valóban az van. 9 millió ember diktatúrája néhány százezer felett. Akik persze támadnak bennünket, jobban szeretnék, ha 100 000 diktatúrája lenne a 9 millió felett. Ennél tömörebben, precízebben,
nehéz lenne megfogalmazni a kádári korszak lényegét. A dolgozók államát, ahol minden polgár egyenlő, ahol a törvény védi azt is, aki nem villába születik, ahol a jó oktatás kijár annak a tehetséges diáknak is, aki tanulóbérlettel megy az iskolába, nem luxusautóval, ahol bármelyik szakszervezeti tag, családja nyaralhat az ország számtalan üdülőjében, ahol az állam lakásokat épít a dolgozók számára, nem abban segítkezik, hogy kilakoltassanak tisztességes embereket, családokat. Kádár János emléke hozott ide ma is bennünket. Ez az emlék olyan összetartó erő, ami 3 évtized után is hat. Kádár emléke, eszmei hagyatéka él, bár megpróbálják itthon is és külföldön is felszámolni. Meg nem történtként tekinteni a kádári időszakot. Esetleg minden mai problémáért még mindig őt okolni. Amíg minden évben százak, ezrek kerekednek fel országszerte, hogy találkozzanak, és együtt tisztelegjenek munkásságának, addig élni fog. Addig a láng, amit tőle vettünk át, hol lobog, hol pislákol, de él. Őrizzük ezt a lángot együtt, tápláljuk egymásban, ha kell. Engedjük erőre kapni magunkban, és vigyük el az ország minden pontjára, hogy élhessen, terjedhessen tovább.